a Csisztu Sportcast, az elgondolkodtató vitaműsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztu Zsuzsa kérdezi. Szeretettel köszöntök mindenkit. Megviselte a koronavírus a 200 pillanaton világcsúcs tartó világ és Európa bajnok Milák Kristófot. Állítólag több kiló izmot veszített a betegség ideje alatt. Nagyon remélem azonban, hogy a lelkesedéséből semmit, mert hogy megkezdte a felkészülést a jövő nyári Tokiói olimpiára. A Csisztus Sportcast mai exkluzív interjújában arra leszek kíváncsi, hogy a Michael Phelps több mint tíz éven át fennálló világcsúcsát is megdönteni képes magyar úszó, vajon mivel motiválja majd magát az elkövetkezendő roppant nehéz hónapokban. Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez itt tehát a Csiztus Podcast, és nagyon köszönöm, Krisztóf, hogy elfogadtad a meghívásomat, és most egy kicsit tudunk beszélgetni, és bár nagyon triviális a kérdés, de most teljesen helyén való, hogy hogy vagy? Először is én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, jól vagyok, ezt szoktam úgy általában mondani. Megyünk de... ebbe most egy kicsit mélyebben bele. Igen, ahogy felületesen fogalmazok, de hogyha mélyen bele megyek, ugye... Ugye a napi szintű edzések, napi szintű fáradtságok, dolgaim, dolgozni kell, felkészülni kell, akkor akkor igenis azt, azt mondom, hogy hát egy kicsit most fáradt vagyok, de jól bírom. De mi a helyzet ezzel a több kiló izom elveszítésével? Mert edzőtől is ezt hallottam nyilatkozatokban, gyakorlatilag mindenhol, ha rákerestem erre az adatra a neten, akkor mindenki lehozta ezt a hírt. Tényleg? Ö... Így ránézésre egészen jól nézek ki. Köszönöm szépen. Én, én, én is most jól érzem magam így pár hét edzés, edzés után. Öm, hát így ugye, ugye rám az a jellemző, hogy inkább súlyt vesztek, mint sem súlyt Föl. Szelek föl úgy magamra, amikor úgy leállok, vagy beteg vagyok. Ennek is megvan az előnye hátránya, ugye gyengében térek vissza, de viszont uh, tényleg ott, itt az a baj, hogy gyenge vagyok, és nem a, nem a testem lett nehezebb. Ez egy hosszabb távon jobb, de amúgy rövid távon, kicsit úgy nehezebb. Valóban egyébként tehát ha most egy picit komolyabban beszélünk arról, ugye ezért ez a koronavírus dolog ez. Sajnos ez nyakig itt van körülöttünk minden szempontból, egyre több sportolóról jelenik meg a hír, szinte kikerülhetetlen, hogy nagyon sokan ugye be, belekerülnek, van, aki tünet nélkül átmegy rajta nálad, úgy tűnt, hogy ez okozott gondot. Ez, milyen tünetek formában jelentkezett ez nálad? Hát igazából minden alaptüneten átmentem, ugye volt hőemelkedésem, volt torokgyulladásom, volt fejfájásom, nagyon gyenge voltam a hőemelkedés alatt, lábra nem tudtam tényleg állni, mm mert inkább úgy voltam, hogy akkor két-három napig tényleg feküdtem. Um összességében ezek voltak azok. Uh -huh. Tehát amikor, amikor mondjuk visszatértél az úszodába, akkor, akkor szemmel láthatóan tényleg egy, egy, egy vékonyabb fiú volt. mint, <coughs> a, mint <coughs> nem mondták ki hangosan, de látszott az arcukon, hogy igen, ez vagyok. <coughs> <De t> <coughs> éreztem az vagyok. De az az vékonyabb volt. Az árnyékon vékonyabb <coughs> volt, meg, meg sokkal fejére voltam, viccelődtek azzal is, hogy megszívott a fal, mert rám amúgy is jellemző, hogy fehére a bőrszíne, mint az átlag, hiába vagyok napon, nagyon könnyen elveszítem a színemet, uh -huh. ez most nyáron is az volt, szóval augusztus, szeptember végére már nem körülbelül így néztem ki. <laughs> jó, nem baj, ezt szeretjük, tehát ez teljesen teljesen rendben van minden szempontból. Tört, beszéljünk egy picit most uh, korábról, jó? Tehát ezerféle úszó sztori kezdést hallottam már, ugye vannak ezek a klasszikusak, hogy ugye még a szécsiféle időkből, ugye a leghosszabb kezű, meg a legiksebb lábú gyerek az jöhet, mert az biztos jó lesz, meg úgy nem volt a gyerek a medence mellett sokat pancsolt. Uh, neked mi a kezdő sztorit. hogy estél szerelembe a vízzel? <coughs> hát, úgy rávágnám, hogy ez az, ez a, ez az időpont, ez a, ez, a, ez a, dolog még nem jött el. De, <laughs> még, még, nem ezt, hát jó, a jó, kérdés, de egyszer majd eljön, <laughs> jó, remélem. Ugye, de, de szerintem kivárjuk, legalábbis De, de remélem. amikor úgy, úgy tényleg komolyabban vettem, az, az nem a legeleje volt. A legeleje az igazából csak úgy-úgy társasági szinten jártam le, jól éreztem magam, csapatta, csapattársak, azok a, a rengeteg gyerek, akik... Hány éves mert, kor, kor körül volt ez? Ő, amikor elkezdtem, ott hat éves, korom, hat éves koromban kezdtem el, de amikor fölkerültem úgy a nagyokhoz, akkor voltunk ilyen 30-32-en, akkor voltam 10-12 éves, amikor úgy tényleg nagyon jól éreztem magam és, és öröm volt lejárni. Ugye akkor más edzőm volt, ő miatt is szerettem lejárni, ugye ki, ki volt egy oktatóedző. Ki, ki volt, aki elindított téged, már. Mert... Ő egészségi Klárinál tanultam, mint oktatási szinten. Ő de visszatestvére, Plagány... ugye? Igen, Krisztus testvére, És Plagányi Zsoltnál voltam, mint, mint nevelőedző. Mikor dől el egy úszó életében, hogy igazából mik lesznek az ő versenyszámai? Te azért hátúszóként kezdted, ahogy én hallottam, ugye? és, és hát nem mondanám, hogy nem megirigyelhetőek a, a gyorsúszó eredményeid is, de jelen pillanatban pillangó specialistaként Egyet. gondol rád a világ, ugye abban azon belül is a 200 méter még. nyilván a te számod, még. Remélhetőleg lesz több is, de az majd a jövő zenéje. Szóval, hogy... El az olimpia. Ez így igaz, de, de azt nekem, hogy, hogy mi az a pont? Tehát ez egy picit szakmailag világ is meg nekem, amikor, amikor egy, egy úszó, nyilván az edzővel közösen, rá érez arra, hogy igen, ez az én számom, ez nekem. Ö most ugye a saját szavaimmal, mint úszó, uh -huh. úgy mesélném el ezt. Ugye, a, ugye a kicsikorban ezt észreveszik a gyereken a szakemberek, edzők, hogy nagyjából milyen távra, milyen sportágra született, uh -huh. és később milyen úszásnemekre és távokra alkalmazható. Ugye az évek alatt a rengeteg fejlesztéssel, a rengeteg edzéssel ez, ez befolyásolható, de mindenkinek van egy olyan táv, amire úszásban született. Ez lehet vagy a hosszú, vagy a rövid, vagy a hosszú, közép és rövid táv. Um, nálam ez ugye úgy működött, amikor még, hát kicsi koromban, én tényleg azt vallom, hogy minél kisebb vagy, nagyjából ilyen 18 éves korodig, addig mindenre kell edzeni. Uh -huh. Nincs olyan, hogy egy úszó, csak sprinter, csak rövid táv, csak hosszú táv. Én, én tényleg azt vallom, hogy minél többet, minél többször, és idővel majd ahogy felnősz, serdülsz, edzős, jobban látja, akkor ez tényleg ki fog alakulni, hogy neked mi az, ami otthonos, mi az, ami a te specialitásod uh -huh. lehet. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a nagyon széles spektrum, ahonnan indul egy úszó pályafutás, ez az azért kell, hogy mindenben járatos legyen, hogy igazából valóban meg lehessen tapasztalni, hogy mi az, ami legjobb neki? Igen, ez így van, és hogy a mozgáskultúra is fejlődjön. Az egyik, egyik mozgáskultúra, az egyik és segíti a másikat? Öh, hát hát gyorsnál ez segíti, mert ugye szinte váltott kar, ugyanaz a gyors láb, csak hátrafordulva, nem ugyanaz, de mégis hasonló, ami nagyon szokta egymást ütni, az a pillangó és a mell uszás, ami nagyon sokan panaszkodnak, de ennek én rátok olyan úszókat, akinek mind a kettő megy. Ugyan. Szóval ez egyzéskérdése. Azt ez, hogy... ez inkább egy ilyen edzés kérdése. Aha, aha, világos. Tehát tulajdonképpen meg lehet mindegyiket rendesen tanulni, igen. és ugye van, ami, ami adott esetben Lukas nehezebb szem marad. Nehezebb, nem igen. úgy lehet készülni. Ez egy izgalmas utazás, amikor az ember uralja a vizet? Bevallom őszintén, én úgy real, realizáltam már bennem is, hogy, hogy pontosan miért csinálom ezt, miért van értelme, mi az, ami nekem örömet okoz benne, és nekem pontosan ez az, amit örömet okoz, hogy ez a, ez a fejlődő tendencia, hogy minden nap, úgy nem minden nap, úgy hétről hétre egyre jobb, egyre könnyebb, egyre többet fejlődök, máshogy fogom a vizet gyorsabb vagyok, jobb időket úszok edzésen, és ez versenyen is meglátszik, mert ugye nagyon szeretek versenyezni, és tényleg ez az, ami úgy, úgy úgy tűzben tart, vagy, vagy kicsit, kicsit úgy, még azt is érzem, hogy nem vagyok motivált, de tényleg ez az, ami motivál, hogy napról napra, hétről hétre fejlődök. Ugye itt nagyon sokat változott azért az úszó világ, hogy mondjam, edzés felkészítése. Ugye a Szécsi évekre gondolok, ugye arra a, a, a világhírű edzés napóra is, végül is a te edzőid is, amit és tulajdonképpen azért való ezt a, ezt a vonalat viszi nyilván modernizált formában, meg személyre szabva de azért azt lehetett látni, hogy az egykori ugye, napi 20 kilométerekből azért visszavettek, és rájöttek arra, hogy ennek tulajdonképpen igazából ilyen mennyiségben nincs értelme. Na de ma mennyit úszol? Például. Hát ugye régen ez a 20-24, az simán belefért, ugye egy edzés volt 12 kilométer. Ott igazából nem nagyon, nem, nem, hát akkor volt vég az edzésnek, hogyha a lap aljára ért az edző. <laughs> és nem, 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 nem hogyha harangoztak a szomszédos <laughs> templomban. Mert volt olyan is, hogy közel volt a templom, hallották, tudták, mikor ö, harangoznak, és akkor tudták, hogy nagyjából hány óra. Aha. Uh Mert -huh. amikor leszették az órákat is, hogy ne lássa a sportoló. Az, ilyen is volt, tényleg? Csak azért az... Nem könyvő. Hallottam ilyenek. Ja, <laughs> legenda. Hát nálam most ez úgy van, hogy maximum egy edzés, az, egy úszó edzés az két óra, kettő óra plusz pár perc, uh -huh. az nagyjából 6700-6800 méter, ami maximum. Mm. Maximum, hát a maximum 7 kilométer, ugye ez napi kétszer, mm. ez uh, ciklustól függ, milyen, milyen felkészülési, felkészülési, ciklust végzünk el, ugye alapozás, uh, a főszezon, amit én januártól áprilisig itt a, az országos bajnokságra való felkészülést uh, nevezek annak, és a, fő, a legfőbb hajra a versenyfelkészülés, amit már a, olimpiára, világbajnokságra, Európa bajnokságra készülünk. Tehát a nyári nagy főzön, főszezon, a nagy igen. igen. És akkor a szárazföldi munka, annak, annak nőtt a jelentősége egyébként a, a mai modernuszásban, az Ö, elmúlt években? Mindig is volt jelentősége, én azt hiszem észre, hogy ugye vannak régi berögződések ezzel kapcsolatban, amiben hiszünk és csináljuk, és azért csináljuk, mert berögzült, és vannak azok a <síns> Nem, az, nem ezek a tipikus új keleti dolgok, ezek az új hullámos edzői, új hullámos edzői ö, dolgok, amiket így erőltetnek, vagy ezt látták és ezt csináltatják, hanem tényleg szerencsémre most nem nemrég elkezdtem én is, a, én is a felkészülés nagyjából egy hónapja egy új ö, szárazföldi edzővel. Ugye most Attila csak az úszással foglalkozik, és van külön szárazföldi edzőm, és azt veszem észre, hogy Lehet jelentősen. Lehet a ő? De. Zala György. György, ismerjük persze. Vele készülök szárazföldi munkában, és a többiek a, a mellettem lévő két sportoló, mártoricsi és Bicó Bence, ugyanúgy velük ha, ha most így ránézünk a 20 éves fiatalemberre, akkor azon van túl menő, hogy remekül nézel ki. Annál a fizikai, hogy mondjam státuszodnál vagy így izomzatban ahol neked most lenned kell te nősz még vagy hogy érzékeled egyáltalán változik még a tested fizikailag mit hát, kell veled még jelenleg nem érzem magam annyira toppon mint ahogy lennem kéne, de közel vagyok hozzá ugye most van november ilyenkor már azért nem a ugye nem az a felkészülés van mint egy nyári főversenyre, hanem jelentősebben az aerob kapacitást és a, verse, a erőltetjük. Abban ja, segíts nekem, ugye, hogy nagyon-nagyon hosszú évekig, hogyha a magyar úszósportnak a, az erényeit, vagy a, és azért beszélek generálisan, mert ugye ezek tényleg generális hiányosságok voltak, vagy erények. Ugye a magyar úszóknak a kapacitás az világhírű volt mindig, viszont, most és most is az. Viszont amit sokszor, sokszor hiányoltak a szakemberek, hogy a fordulóink, a rajt, stb. Ebben te Hol vagy? Neked, neked ezek erősségeid? Hátul. Kifejezetten hátul. Uh -huh. Most... Igazság fáj. De mondjuk ki. Kimondom azt, hogy ez hazai probléma. Uh -huh. Itthoni. Aha. Szóval ez nem csak nálam van, ez jelen van itthon, hogy a rajtjaink, a fordulóink azok nem kifejezetten erősek. Ezt sajnos nem sajnos ez így van. De ez, ez ne, Lehet, nem hogy ta, most nem... csak nekem ilyen rossz, vagy lehet másnak jobb de figyelj, amikor évek e ezelőtt Csalacival beszélgettem, ugyanezeket a problémákat beszéltük át. Tehát szerintem most, ha az hafáj, ha nem, ebben, ebben valóban az, hogy te ezt, ezt így kimondod, ez, ez, tényleg a, valószínűleg az igazság. De ennek mi lehet a hátterében? Nem fektettek rá a szakemberek akkor a hangsúlyt, vagy nincs meg az a technika, nincs meg az a, nem tudom, nyilván hát amilyen bokacsontja mondjuk Michael Phelpsnek van, ahogy elrúgja magát a, mondjuk a faltól. A, nem csak a bokacsont. gondolom. <gül> <gül> Jó, de nyilván az is számít. Szóval, hogy, hogy tehát, hogy mi az a faktor, tehát, hogyha amúgy egyébként pedig, pedig világlasszisak a magyar úszók, akkor, akkor ezek az elemek vajon miért hiányoznak? Hát itt elsősorban ugye a szakembereket uh -huh. lehet elővenni, uh -huh. és nem a sportolót, mert ugye a sportoló arra van ráfog, hogy azt csinál, amit az edző kér. Uh -huh. Ha az edzőnek nincs meg az a háttér tudása, és az a nyitottsága arra, hogy Megtanítson egy olyan technikai elemet, ami nem abból áll, hogy a kezedet teszed előre, és a lábaddal kapálózol, hanem ö, tényleg ez egy teljesen más műfaj, az, hogy mondjuk egy, for, egy maga fordulás, meg maga a rajtól, rajtról rajt körül való elrugaszkodás. Ö, ezt én még bevallom őszintén, itthon nem tapasztaltam edző sem. Uh -huh. Akkor lehet el... velem van a baj, lehet én még. Én vagyok ebben a nagyon szerencsétlen, vagy. Hát szerencsétlen, hogy én ezt még nem, nem sikerült megtapasztalnom, vagy én vagyok itt a rossz úszó, hogy... <laughs> nem, nem, valahogy van. az... Uh, nem tudom, mióta úszok, jó, hat éves korom óta úszok és nem, nem, valahogy nem sikerült megtanulnom rajtolni és fordulni, hogy igazán. Hát nézd, ahhoz, világ hát ahhoz képest, hogy azért világcsúcs tartó vagy, azért ez nem de, de, de hát, a lenne, ha az is menne. De jelenleg a két, ö, a két zászló között, okay. hogy a, fe, a, két Igen. zászló között jól megy. Ipari pletykákból azt hallottam, hogy amikor a gangjui világbajnokságon a 200 pillangó döntőjében így 150 környékére fordultál, akkor a melegítő medencében, akik ott készülöttek, versenyzők, Edzők gyakorlatilag így megállt a levegő, és újjongva nézték végig azt, no. hogy a csípődnél van a piros csík, hát a hátam. az a bizonyos, ugye? Ami akkor az még egy, egy, egy egészen más időt mutatott. És aztán egyszer csak beérkeztünk oda, hogy, hogy 1, Igen. Ez a, ez a számsor, ez, ez mit jelent neked ma? Ö, semmiféle pinkódot, vagy elszót. <laughs> Előre, szólunk, aki Előre gondol, szólok, aki azt gondolja? Hát ugye, igen. Ez egy érdekes úszás volt. És utólag nagyon szerencse, hogy fölletvéve. Először kicsit zavar, de utólag rájöttem, hogy milyen sok értelme volt annak, hogy fölletvéve maga az úszásom egy ilyen lúba, uh -huh. konkrétan, amikor tényleg víz alatt, víz alatt egy kamerán látszik az, hogy én úszom. Uh -huh. És így nézegetem, nézegetem, majd, majd válaszolok majd később is arra a 200 pillére. Nézegetem, nézegetem, és látom, hogy valami nem klappol, valami nem jó. Na. Valami nagyon nagyon nem tetszik. És, és láttam az egész úszásomban egy, egy törést. Magában abban a sima hullámzó mozgásban volt egy törés. Hát ez az idődön nem látszott. Nem látszott, de én láttam, és iszonyatul idegesített. És egy már, tudom, <laughs> már tudom, hogy amúgy mit rontottam el, meg mit kell fejleszteni, törzsizom, ennyi, Aha. Ami, amire jobban kell majd figyelni, de tényleg, amikor látszik az, amikor kinyújtok, és a lábam lent van még, és meg, ez, amikor visszateszem a kezemet, és nyújtózkodok uh -huh. ki, uh -huh. és a lábam még lent van a víz, víz alatt, uh -huh. és onnan indítom meg az első tempót, ott van egy törés. Hát ezt feltétlenül nagyon is <gül> 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 uh, ugye az úszási sebességem az Igen, jó. Az elég jónak mondtam. Az elég jó. Uh, ugye azt elismerem, hogy nem, vagy, nem voltam akkor száz százalékos formában. Egy azért, mert tisztára bekajáltam. amit láttam, azt, azt <laughs> a <gül> faluba. <gül> ezt nem mondod komolyan. Mindent, mindent. Ezt elmondtad már valahol, hogy, hogy te tele úsztad le ezt a világrekordot? Uh, talán. Talán elmeséltem. Nem tudom, mert őszintén, biztos valakinek mondtam, hogy amit láttam, azt megettem. És de viszont azért az a nagyon fontos zsírérték, ami föntartotta a vízen, azért az kellett. <laughs> és visszatérve itt a 200 pillangóra, ugye ahhoz nagyon sokban nagyon hozzájött a Ched Chad, Chad Locals. És tényleg kellett az az első ötvene, hogy én az első fordulóban megijedjek és rákapcsoljak, de viszont ott kicsit féltem, mert annyira rákapcsoltam, hogy féltem, hogy az utolsó 50-et nem fogom elbírni. És nagyjából ilyen 125-nél, 120-nál gyorsítottam rá ugye a második százon, nem is a forduló után. Akkor látszódott az iranváltás. És ugye akkor néztem ki, és láttam, hogy hagyom el, jó, mondom, hogy jó, megnyugszunk, és, és haladunk tovább és akkor tényleg akkor már csak magammal, magammal tudtam foglalkozni, majd hátra nézek, akkor tudtam, hogy akkor vége, és tényleg próbáltam azt, azt a berögzi, berögzültséget, tényleg nagyon sokat segített az is, hogy egyedül úsztam, mert nem volt mellettem, sem mögöttem senki, vég a fala, vég egészen a falat bámultam, vagy a medence alját, uh -huh. Tehát nem, és kellett nagyon sokkal, nem az... kellett foglalkoznom vele, szóval az, ezeket a kirángásaimat, ezeket <gül> <gül> nagyjából Sikerült azok már megszüntetni. Azok, azok veszítenek az ember idejéből? Tehát az elvisz valamit? Viszi el? Idiótán néz ki, de én nem, nem érzem azt, hogy elvenne ez az időből. Kiindulva abból, hogy vannak olyan úszók, akik még mai napig arra jobb, jobb vagy baloldalra vesznek levegőt a úszás közben. Aha. És ugye az utolsó ötven, amikor úgy... Emlékszem, hogy nagyon nehéz volt már a forduló, nagyon próbáltam odafigyelni a delfére, de valahogy mégis, amikor kijöttem a vízből, és elkezdtem úszni, és rágyorsítottam, és az utolsó 25 még jobban megnyomtam, akkor éreztem azt, hogy nem fáradtam el úgy annyira, mint amitől féltem én az első forduló után, amikor megijedtem a csettől. És örültem, és akkor éreztem, hogy akkor még jobban rá tudok kapcsolni, és még jobban tudok menni. Természetesen elfáradtam a végére. De de nem volt az übe, nagyon-nagyon savasodás, nem volt az a tényleg lefár, elfáradt érzés, és ez azt is bizonyítja, hogy az a belefektetett munka, meg azok a feladatok, amiket jól elvégeztem, azok, azok ott. Jó időben, jókor is ki, hát azért ez valljuk meg, ez de mindegy, hogy mikor, tehát ez azért fontos a, a tökéletes időzítés egy életében. Szintén egy kitűnő 20 azt mondta, hogy a, a 200 pillangó, az, az ott azon múlik, hogy abban ki a jó, hogy ki az, aki az utolsó ötvennek a brutális fájdalmát jobban el tudja viselni. Ha jól felkészült, nem fog fájni a vége? <laughs> erre azt mondom, amúgy hát Neked nem annyira fájt, igen, azt Ez, ez tényleg így van. Ez így van? Ennek van? valóság alapja? És, és mondd meg nekem, hogy ott, ott mi fáj. Tehát az az e, sportoló emlékeim vannak arról, hogy milyen az oxigénhiány, meg minden, de azért ez igen. egészen más. Hogy hogy ott, ott tényleg mit? Ugye, leszakad a karod? Leszakad a az egész vállad, a vállöved, a lábad elfárad, attól függ, mennyire használtad, ott inkább a kar fárad el előbb, mint a láb, attól függ, ki hogy készült. Persze. Tényleg az van, hogy szétesik a technika, nem úgy húzol, nem úgy, nem úgy löksz lábbal, és itt ez az, amire nagyon kell figyelni, a technika szétesik, onnantól kalapkabát. És én, nekem ez volt a szerencsém, hogy én nekem eszembe jutott az, hogy ha a technikából kibírom az utolsó ötvenet, 29-1, akkor, akkor tényleg jó lesz. És, és bevált, és tényleg csak arra kell figyelni, mert csak arra kell készülni, bármennyire is rosszul megy az edzésen, bármennyire is fáradt vagy a technikailag összeszeded magadat, legyen az 5 másodpercen rosszabb idő ötvenen, vagy százon, vagy kétszázon. Ha azt meg tudod tartani magadnak, akkor versenyen is. Tud, akkor az, az beléd rögzül, és odafigyelsz, és, nem, és el fogsz fáradni, de mégis jobban fogod tudni kibírni. Érdekes, amit mondasz, hogy, hogy, hogy ugye nyilván bele kell tenni ezt a hihetetlen edzés de, de amit én látok, azon túlmenően, hogy ezt persze el kell végezni, és amit veled kapcsolatban mondanak, hogy, hogy a, ez a bizonyos zsenialitás nyilván a mozgáskultúrádon túl, a, a, utazási sebességeden túl azért az abban is van, hogy, ugye te fókuszáltságod, a te mentális ott léted, az nem mindennapi. Mit gondolsz erről? Versenyez. Hát, de mikor? Zárója hát, mit számít az, hogy, de, hogy érted? Igen, nem edzésmenőnek kell lenni, versenyen, hanem versenyen, Mert ugye akkor jellemző ez a, ez a beszűkülés, ez, ez a se, kép, se hang. Hát de más Nem hallok, nem látok, csak megyek előre, és magammal foglalkozok, mert akkor, mert akkor tényleg arról szól már, hogy csak én vagyok, és senki más? Ez így van, csak azt, van, azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nagyon sok sportolónak sportpszichológus segítsége kell ahhoz, hogy ezt az állapotot, ezt egyáltalán megérezze, ezt megtanítsa magának. Neked ez ö... rendelkezésre áll magadtól? Nekem ez az évek alatt ö, kialakult. Uh -huh. Nekem ebben érzésem szerint nagyon sokat közrejátszott a zenehallgatás. Uh -huh. Versenyek előtt, számok előtt. Um, úgy, úgy relaxálsz, vagy úgy koncentrálsz, vagy a kettő együtt? Hozzáad a koncentráltsághoz. A nyugodtság, hát attól függ, milyen zenét hallgatsz. Hogyha pörögni szeretnél, pörgőset, ha akkor nyugod, nyugodt akarsz lenni, meg akar, akkor nyugodt zenét Én. hallgatsz. Ez azt jelenti egyébként, hogy le is játszott fejben előtt, hogy mi fog történni? Nem, ennyi, ennyire nem vagyok ez a pszichológiai eset, hogy, hogy, hogy lejátsz. Hát nem, nem Nem vizualizálom, vagy nem. Tehát van egy ilyen módszer, hogy Lefekszel és leúszod Igen. szám előtt azt a számot. Ö, én, én erre jelenleg nem tartok igényt. Természetesen vannak olyan praktikák vagy olyan dolgok, amiket tudok alkalmazni. Ö, jelenleg csak a saját tudásomra és magamra támaszkodom, de természetesen majd lesz sportziológusi. Segítség? Köz, segítség? közbejárulás is, amikor majd azt érzem, hogy kell. Erre eddig nem volt szükség. Még nem, de amire úgy talán több szükség van az, hogy ezeket a napi, napi dolgokat én nem le tudjam rendezni fejben, ezeket a ide megyek, oda megyek, ezt, ezt úszom, azt úszom, fáradt vagyok, fáj mindenem, ezeket a dolgokat, ezeket a szürke hétköznapokat feldolgozni, ezekben kell vagy kellett eddig is nekem segítség. Foglalkozol az ellenfeleiddel? Nem. Kell rájuk készülni? Nem. Nem, nem foglalkozok. Valahogy bennem kiskorom óta, nem tudom miért, de engem valahogy más, lehet, hogy kicsit olyan egoista, vagy flagma, vagy nem tudom minek mondható rám vagy mi mondható rám ezáltal a kijelentés által, de valahogy engem nagyon nem érdekelt kiskoromban se. Engem kiskoromban nem érdekelt az olimpia, nem érdekelt a világbajnokság, nem, nem, nem ültem le az úszás és nem néztem végig. Nem érdekelnek a, csapat, a csapattársaim, a csapattársaim természetesen érdekelnek, a, a, ve, a, versenytársaim, az, az ellenfeleim, azok, azok nagyon nem, 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 foglalkoztatnak. Engem, engem tényleg az, az foglalkoztat, hogy az edzésen az jól menjen, és a csapattársaim legyenek ugyanolyan jó állapotban, mint én, vagy fordítva, és az a munka menjen jól, mert ha az a munka jól megy, akkor én már a versenyen én megoldom. Mert ez bármennyire is egy csapatsportágnak tűnik abban a szempontból, hogy közösen készülünk, közösen jó készülni, sokkal, de sokkal könnyebb és jobb úgy készülni, de a rajkőben már csak te állsz fel egyedül, senki más. Egy kicsit hagy térjek -e Milán Kristófra, aki most már egy sportoló ikon, akit a Forbes magazin az egyik legértékesebb sportolóra tart ma Magyarországon, aki nyilvánvalóan, ha a saját életszínvonalát nézi, ma ahhoz képest, amikor, amikor érdi gyerekkorát töltötte, és nem tudom, hogy álmodta le ilyesmiről. Szóval, hogy ez most mekkora életszínvonal különbség van egyáltalán időd módod élvezni azt hogy most azért te egy hát azt nem mondom hogy tehetős ifjú vagy de de jól keresel kellemes nyilván életkörülmények között élsz kényelmes autón járhatsz lehetné magadnak akár komolyabbat is szóval hogy hogy ez számít ez fontos ez neked egyértelműen fontos és hozzátesz ahhoz, hogy megkönnyítse a hétköznapokat, meg a felkészülést. És ö, nem tudom, nem, veszem, nem vettem addig azt észre, hogy erről a úgy nyíltabban, vagy kicsit úgy visszafogottan, de nyilatkoznak erről, hogy ez így hogy megy. Én sem, én sem fogom itt kiteregetni mindenemet, de így, nem nagy, is akarok a Itt nagy vonalakban lehet erről természetesen Viszont? beszélni, hogy ugye nem tudom, a erről szoktak beszélni? Szoktak, igen. Szoboszlai Dominika komoly. Sokat beszélgettem például arról, hogy mennyi az annyi, és mire költene, ha tehetné, és egészen nyíltan is mondta. Ezt én tudom például, hogy ez egy nagyon szép óra. Hogy ez például fontos számodra, hogy <laughs> <sak> 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 hogy az idő ne csak a medencében legyen jó, hanem itt, ami a karodon van, az is olyat mutasson. Ezt például. <sak> Szeretem. Na, hát Szeretem ez semmi probléma problém ezzel. Megdolgozom érte. Nem gyűjtöm. Szerencsére sikerült leszokni. Igen? igen, mert Ez az óra szoktál. volt, azt mondom, jó, megvettem, jó, köszönöm, többet nem kérek. És, és nem költök rá többet. Ö, idén óta van meg. Uh -huh. És nem szeretnék most egy jó ideig másikat. Oké, okay. nagyon, nagyon akkor ideig. ez egy vágy, vágyott darab volt? Ö, vágyott, hát igazából az volt, hogy bementem, nézelődtem, megtetszett, igazából tényleg szerelem volt első látásra, de nem vettem meg. Úgy uh, vöröltetek egymásnak? Hogy Ö, sokat gondolkoztam, sokat utána jártam, mi lenne jó, mi nem lenne jó, árkategória, mennyire legyen kényelmes, mennyire legyen hivalkodó, mennyire legyen elegáns. Uh -huh. Szerettem volna ezt a sportosan elegánsat, és igazából ez lett az. Szeretsz vezetni? Nagyon szeretek vezetni, és ha tehetem, akkor olyan autókkal járok el vezetni, amik drágábbak, erősebbek de ilyen alkalmi szinten csak. Tehát például nem költenél, mert gondolom, hogy nincs, nincs szükség. Ö, Egyelőre nem, talán egyet, de azt tudom, hogy hülyeség, mindig lebeszéltek róla, van értelme arra, annak, hogy nem veszem meg, de... Le ez, lehet de beszélni dolgokról téged? Hagyod magad? Nehezen, de tudom, amikor, amikor elhatározod, elhatározod azt, 16 éves fejjel, amit meglátszott a kirakatban, vagy az interneten, hogy az ott van és te elhatározod azt, hogy neked lesz egy olyanod 16-ban, 16-ról beszélünk, és te úgy készülsz, hogy hogy neked az ott van a, a fejedben, hogy mert ugye kell a motiváció, kell az a, úgy, úgy érzem, hogy mindig kell egy kis materiális dolog, ami, ami úgy ott van és valamiért megéri csinálni. Uh -huh. Legyen az egy autó, egy óra, egy lakás, bármi, legyen ez lett ez kis kisebb összeg kis illágos, is. Persze, valami, egy, ami valami kis motiváció. A, egy kis motiváció, aminek nagyon jól esik, szívmelengető. Nekem ugye ez egy autó volt. <laughs> és ugye amikor nekem erre úgy tellett akkor nagyon sokáig nem vettem meg, és amikor megszerettem volna venni, akkor mindenki lebeszélt róla, és nagyon szomorú voltam, hogy tényleg van értem, hogy nem veszem meg, később jobb lesz, de, de igen, sokan javasolták azt, hogy amíg úszok, sportolok, és van bennem potenciál minden szinten, addig inkább keressem a pénzt, fektessem be, és majd, hogyha eljön az az időszak, amikor, rá leszek szorulva arra, hogy nekem bennem kell egy autót, és nem egy ö, közös együttműködés, egy szponzor, biztosít nekem autót, például ez az autó ez a Magyar Olimpiai Bizottság uh -huh. közös Jó, együttműködése támogat. által van nálam. Ö, Egyelőre beéred ezzel? Egyelőre Józan érve az? Jó lenne, ha lenne az, de ha okos maradok, akkor tényleg azt csinálom, hogy alkalmanként tényleg elmegyek egy-két ilyen vezetésre. Tudhatjuk, hogy mi ez az márka itt a fejedben? Nem. Jó, ez Nem. nincs is jelentősége, igazából engem engem az fog meg, és ezt nagyon örömmel látom, hogy hogy képes vagy tulajdonképpen azért, bár nyilván de nehezen, és nyilván, amikor az embernek ott a kísértés, és hogy mondott tellene is rá, akkor azért ez nagy dolog, hogy, hogy mégiscsak a józan érvek döntenek. És ezek szerint, és ezt nagyon örülök, hogy elmondod, te egy olyan sportoló vagy, mert ez egy generációs betegség, aki nem gondolkodik előre, aki az öngondoskodásnak még a gondolatával sem foglalkozik, te foglalkozol ezzel, hogy most megy, most van, most egy picit tervezzünk majd hosszabb távra is előre? Igen, ö, én is észrevettem már ezt a jelenséget, mert ez ez jelen van, régen is, most uh -huh. is, később is. Ö, van egy jövendőbeli kés, hát egy együttműködés, majd hivatalos, hát szakmai uh -huh. ö, befektetés, hogy később gondol, gondolok a későbbiekre, tényleg van erre, úgymond megbízottam, hogy, hogy erre felügyeljen. Nem mondom azt, hogy fukar vagyok, nem mondom azt, hogy szórom a pénzt, de mégis jó esik tudni, hogy van, és az néha több örömöt okoz, mint hogy veszek magamnak egy x ezer forintos kabátot. Vagy bármit. Világ. Vagy bármit. De viszont kiindulva a kabátból, öltözködni szeretek, arra szeretek több pénzt kiadni, nem azt mondom, hogy nagyon, so nagyon drágán veszek, mert nem, nagyon ellenzem ezeket a ekkora márkás pólókat, kabátokat, pulóvereket. Én inkább tényleg, ami, ami jól áll, meg, meg, ami nekem való, és megtetszik, van egy ára, akkor én... Nem sajnálod rá. Nem sajnálom rá, tényleg. Hol teszed? Ki az az életedben, aki, akire a legjobbra, leginkább hallgatsz? Tehát a szülőidnek, esetleg barátnődnek, nyilván az edződ az egy, az egy más szempontból fontos, ki az, akinek a véleménye ma számodra, menedzseredé, e, igazán nagy súlyjal jön ladba, ha egy komoly döntést meg kell hozni? Ö, ugye nekem én azt vallom, hogy akikkel így az évek alatt találkozok, a karrierem során, akikkel megismerkedek, akikkel összehoz így az élet, aki, a, ami azért aki vagyok, meg ahol tartok, ö, ők ugye, Azokból a dolgokból, amikre szakosodtak, amikre. Ugye én magam mellett tartom ezeket az embereket. Ugye itt van ugye ügyvéd, menedzsment, kondisedző, úszóedző, gyógytorna pszichológus, csababá. Szakmai hozzájárulás és magánéleti hozzá. Magánéleti, magánéleti tanácsokban hozzá tudnak járulni az én fejlődésemhez, azokat, azokat én megszűröm és ö, megválogatom, és a szerint. Szüleit? Az életemet. Ö, természetesen az is fontos, ö, velük igazából annyira már erről nem tudok beszélni, vagy nem, nem téma, mert ők annyira már ebben nem látnak bele. Szóval ők úgy ott vannak, aranyosak, támogatnak, ami kell, az van. Ö, természetesen ez már ugye, kiindulva az anyagiakból, ö, ez már kölcsönösen működik, szól, amit eddig belém fektettek. Én azt most visszaadom, megpróbálom minél, minél jobban visszaadni. Ez nagyon nemes. Ö, anyag hát, alap, alap, szerintem. Mm -hmm. ö, és ugye itt, akikre hallgatok, tényleg azok, azok az emberek, akik körülöttem vannak, nem mindenki. De szelektív a hallásom. Értem, szelektív, jó. Barátnő? Barátnő, igen. <laughs> Természetesen azért lehet rá, rá is hallgatni, mert ugye sportoló ugyanaz életkorban is, timmel, hozzáállásban is, szorgalmasabb, igen, lelkesebb, mint te. <gül> hát, <gül> Igen, annyira, má, annyira, hogy hogy néha már az ártalmas, szóval néha vissza kell fogni szegényt, de de próbáljuk. Próbálom. De természetesen ő is nagyon sokban so, so, hozzájárul. Mara Igen, maradjon gy De nagyon sokban hozzájárul az én fel, felkészülésemhez és a mentális ö, egészségemhez. Abszolút. Jól hangzik, én úgy látom, Fontos. hogy nagyjából így össze. Kell. Összeáll az így körülötted, nem csak a csapat, hanem ez a terv. Kristóf, én most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy amikor a mélypontjaid jönnek, és most már így picit akkor előre fókuszálunk, hogy nézzük ezt a ezt az elhaszott olimpiát. Először is foglalkozol azzal, hogy ez egy milyen olimpia lesz, hogy lesznek-e nézők, nem lesznek, hány versenyző jön el, nem jön el, egyáltalán mindaz, ami most a koronavírus járvány miatt a világban kialakult, az elhalasztott versenyek sora, stb. a buborék, a egyebek, ezek milyen hatással vannak mondjuk a te gondolkodásodra, ha jövő július második feléről beszélünk, amikor, amikor elvileg zajlik majd a Tokiói olimpia? Hát ugye nem hivatalosan, majd két olimpiás úszó leszek, mert ugye egy elmaradt, Ja, igen. Egy elmaradt, és ugye most lesz akkor a második. Okay. A második próbálkozás. Ezt, 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 ezt már ki is mehetek végre, és teljesítetek. Remélhetőleg. Azt hallottam ezt a számítást, de jól hangzik. Remélhetőleg. Uh, hát ugye, nekem azt mondták, hogy elég erősen, hogy lesz olimpia 21-ben. Én is így tudom. Foglalkozom Legyen azzal, is. hogy ez milyen olimpia lesz? Érdekel ez, hogy most... Mire gondolsz, hogy hát, olimpia lesz? most ezenféle opciót vázolnak fel ugye a, 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 potenciális helyzet miatt, hogy ez lehet, hogy egy nézők olimpia lesz, lehet, hogy megszűrt létszámú versenyzővel, hogy nem annyi, hogy nem a tízezer. Tehát ez, én nagyon sokféle ilyen szenáriót hallottam már így a sportvilágban, hogy, hogy nyilván hogy próbálnak fölkészülni erre a helyzetre. Ö, Szilágy Járon például ö, arról beszélt, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy lesznek-e nézők a -e nézőtéren, vagy nem lesznek ő arra készül, hogy zsinórban a harmadik olimpiai bajnoki címét megnyerje. Tehát, hogy... Profi így beszél. Na, hát hogy, és akkor te hogy beszélsz? Hát te is egy profi vagy? Öh, hát nem mondanám magam profi, mert olimpián ugye nem voltam. Na jó, de... Annyi élettapasztalatom nincs minden szilágyáronnak. Az igaz. Az, 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 az tény... sport szakmailag se. <laughs> é, igazából kinek mi? Azért nekünk úszóknak nagyon-nagyon sokat hozzátesz az, hogy ott van egy 10-20x ezer néző, férőhelyes lelátó, és, és mindenki örüljön, főleg egy olyan országban, ugye Japán, ahol az úszás az nagyon-nagyon közkedvelt sportág. Nekem azért fájna, hogyha nem lennének szurkolók, nézők. Jó, akkor, akkor álljunk ott a rajtkövön. Összes melyik versenyszámban fogsz ott állni a rajtkövön, a döntőben? Hogy látod ezt most? 200. <laughs> 200 pillangó, 100 pillangó, remélhetőleg, mm -hmm. ha sikerül annyira berobbantani a gyors izmaimat. Okay. A, most nem természetesen bígem, ugye most a lefelében. váltókban, váltókban 4x100-as gyorsváltó, 4x200 gyorsváltó, 4x100-as vegyes, mix gyors, mix vegyes, annyi, annyi variáció most van. Szintén. Szóval ez igaz, de természetesen először a egyéni, egyéni, szám, egyéni érem legyen meg, és utána lehet beszélni arról, hogy milyen váltókat vállalok -e. Most nem kérem, hogy feküdj le és csukod Igen. szemmel, úz le a távai, távai <laughs> adat, köszi. De azért, azért mondj nekem valamit egy, 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 vizionált utolsó 20 méterről, mondjuk a 200 pillén. Hát remélhetőleg nem teljes savban, fáradtságban és izomfájdalomban, telve zajlik le az utolsó 20 méterem, de nagyon örülnék neki, hogyha az a, az a 200 méter az úgy teljesülne. Nem kifejezetten vágyok az egyéni csúcsra, egyéni csúcsra, hanem inkább az aranyérem, ami, ami engem ott boldogát tenne. Ki tudja, azt lehet úgy sikerül a felkészülés, hogy megint úgy állok föl a teljes fókuszban, hogy Megint egy jó idő születik. Nagyon fontos uh, itt ebben a műsorban, a Csiszto Podcastban, hogy beszélgessünk egy kicsit uh, olyan dolgokról is, amikor az ember másokra is fókuszál. Roppant szimpatikus módon azt mondtad, hogy ez alap, hogy a szüleidnek most már visszaadsz, és nyilvánvalóan egy ilyen fókuszban lévő ember, mint amilyen te, vagy, uh, arra is kell, hogy figyelje, hogy másoknak segít. -e. Van nálunk egy olyan robot, amit úgy hívnak, hogy Charity. Charity. Think wise. Share smart. A segíti pedig arról szól, hogy milyen módon zajlik a társadalmi felelősségvállalás a te életedben. Gondolsz-e esetleg, segítesz -e másoknak, ö, elesettebbeknek? Van-e van olyan ügy, ami neked fontos történetesen, bármilyen jótékonykodás, ilyesmi, amire egyszerűen van időd, van energiád odafigyelni? Én abban látom a lehetőséget, amit, amit tényleg úgy vissza tudok adni a szülőkön kívül. A szülőknek visszaadok, én abban látom az tényleg örömöt, uh -huh. mert szerintem a, a jótékonykodás tékony, jó az tényleg legyen egy öröm, amit szívesen csinálsz, és ne azért, hogy kiposztold és. Ugye? Ha, vagizzál vele. Én, én valahogy jobban szeretem. Szívesen Itt. megosztod Azt. magad a fiatalokkal? Érted, mire gondolok? Tehát az idő, Igen, tehát meg, nem sajnálod erre az időt, az energiát? Meg, ha lehetőségem van arra, akkor a szponzorációból fennmaradt, termékeket, gondolok itt sporttermékekre, úszó mm. eszközökre, azokat én inkább visszaforgatnám nekik, mert én nem használom, amennyi mennyiséget kapok én, nekem teljesen felesleges, mm. és akkor volt is, meg lesz egy ilyen deal, ez még ide évben nem valósult meg, de pont uh, holnap intézném el ezt a dolgot, <laughs> hogy uh, egy ilyen mini karácsony tőlem, hogy amilyen úszó termékeket ugye megjelölnek, amire nekik szükségük van, hisz előre leegyeztetett dolgokra, dolgokra gondolok, azokat én odaadnám nekik. Uh -huh. Na, hát mert mert igazából is. így mindenki jól jár. Én jól érzem magam, ők jól érzik magukat. Charity. Think wise. Share smart. És nagyon köszönöm, Kristóf, hogy hihetetlenül őszinte voltál itt ebben a mostani beszélgetésben. Én egy roppant jókedélyű embert látok most benned, és amikor arról beszélnek, hogy vannak ö, szürkébb napjaid, azt nem tudom milyen lehet, most ez alapján nehezen tudom elképzelni, de mi lenne a titok arra, hogy a következő hát három év évben minél kevesebb ilyen legyen szerinted? Hát hogy azt is megjegyezném, hogy a nagy gyengeségünk a túlzott őszinteség. <hállt> Tényleg. Ö, hogy menne jól? Nem tudom. Nehéz ezt megfogalmazni, mert igazából mindig közben jön egy olyan dolog, ami tényleg mindenkinek közben olyan dolog, ami nem tetszik neki, vagy nem esik jól, vagy nehéz, vagy fáradt, vagy bármi olyan dolog, ami, ami, ami rossz kedvet, eredményezés, hozzáállást úgy csökkenti. Készen állsz, hogy elviseled ezt, ami most vár? Egyértelműen nem. Nem, de, de nekiállok sok előtt Kénytelen leszek, nem azt mondom, leszek, de megcsinál, végfutottam már rajta annyiszor, hogy tudom, hogy ha végigcsinálom, akkor menni fog. Bízok magamban, bízok abban, hogy, hogy, jó leszek, mert, mert tényleg jó leszek, mert, mert, mert nincs más lehetőség. Ez így van. Úgyhogy szóljál is amikor te és a víz egymásra szerelembe estetek, jó? Ez a pillanat majd eljön. Ha majd eljön. Ja, rendben. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Ez volt a Csisztus Podcast, a mostani epizódja Milák Kristóffal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és nagyon bízom benne, hogy mindazok, akik most ezt tévéműsor formájában nézték, a sok-sok különleges extra információért megnézik majd a hosszabb YouTube verziót is a Csisztus Channel csatornámon. És ennek a mostani műsornak természetesen a hanganyagát az összes podcast felületen is meg lehet hallgatni. Remélem, hogy ott is találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Serétinek a támogatást. A Sereti applikáció letölthető a Play -a ruházból. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Valgának, az ékszerekért pedig a Zema Porcelán ékszerháznak. A helyszínt köszönjük a Haris Parknak. A Haris Park butik rendezvényközpont és alakártéterem Buda egyik új törzshelye. Az egykori budai lövőház műemlék épületét a Haris család modern belső építészeti megoldásokkal újítatta fel, megőrizve a stílus stílushegyeit, ötvözve a tulajdonosi család árndekó rajongásával. A gyönyörű parkosított kert, a történelmi bálterem, a konferenciákra és elegáns rendezvényekre egyaránt tökéletes, különleges ház magas színvonalú kiszolgálással várja az akár 200 fős rendezvények résztvevőit is. A Haris Park étterme, a Bobó Restaurant, üzleti ebédek, baráti találkozók tökéletes helyszíne, minden nap várja vendégeit csodás kerthelységében, vagy hűvösebb időben, izgalmas belső tereiben. A Haris Park házias konyhával, igazi, családi vendégszeretettel egy csendes, elegáns, mégis fiatalos pont a városi forgatagban.